Fel akarják hívni a figyelmet a gyorshajtás és az ittas vezetés veszélyeire, valamint a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági öv és a gyermekülés használatára a Győr-Moson-Sopron megyei baleset megelőzési bizottságnál. Rosta Roland bizottsági titkár a helyszínen elmondta, az 1-es, 81-es, 82-es és a 83-as úton helyezték el az új táblákat. Forgalomtechnikai bejárásokat végeztünk el ezeken a főútvonalakon. Majdan kijelöltük azokat a helyeket, ahova ezek a mögöttem is látható figyelemfelhívó táblákat helyeztük el. Összesen 10 darab ilyen tábláról van szó. Az 1-es számú főúton 4 darab ilyen táblát, a 81-es számú, 82-es számú, 83-as számú főúton pedig 2-2-2 ilyen figyelemfelhívó tábla elhelyezésére kerül a mai nap sor. Rosta Roland kiemelte, olyan helyekre tették ki a táblákat, ahol hosszabb és jól belátható egyenesek vannak, hogy ne kerülje el a vezetők figyelmét. A szakemberek bíznak benne, hogy a baleseti gócpontoknál ezek után csökkenni fog a szerencsétlenségek száma.